Végzi el a szögletet. Ó, de jó! Tökéletes fejes! A 18. percben Szalai gitározhat a nézőknek. 2-0. Szalai első gólja a válogatottban. A második válogatottság egyébként Rudolf Gergelynek, és már 4 gólos. Hoppá! Még egy duplázó! Elképesztő Szalai, mit tett az önbizalom? Őrületesen nagy gól volt. Köldugár. Élesen, és ott az ötödik! Aki egy picit tovább tartózkodott a büfében, az nem maradt róla. Gyönyörű passzok végén, megint Szalai, aki az U21-es válogatottban egészben 3 gólt szerzett San Marino ellen. A 3 már megvan ezen a meccsen is. Komol, az jó labda, el lehet vinni, kijön Jeszkereinen, Szalai! Vezet a magyar válogatott! 49. perc! De rosszul jött ki Jeszkereinen! Szalai a gólszerző! Egervári Sándor cserélt a szünetben, és a magyar válogatott a játékrész 4. percében előnybe kerül. Az indításnál is elaludtak a védők, de az a Jeszkereinen, akit azért hoztak vissza, hogy mentse meg a finn válogatottat, ezt most alaposan elnézte. Sikerült még odatolni a Pintérhez, Pintér lövése, Szalai helyzetben gól! Szalai góllal tér vissza a válogatottba, a 42. percben vezet a magyar csapat. Lehet gitározni. Váltás Koman és Vancák között, Vancák teszi be, és ez gól, helyzet, gól! Remek, Szalai Ádám! Ez is szép támadás volt, és a szép támadást tud vezetni a magyar csapat akkor, azért abból veszélyes helyzet alakul ki, sőt, gól is születik jellemzően. Azaz Tamás meg lehet szerezni a labdát, és megy kint a bal oldalon. Eddig nagyon szép a magyar támadás, ott a gól helyzet, Szalai gól! 2-1 Magyarországnak! Mondtam én a meccsen egy nagy Szalai be fog találni! Szalai Ádám góljával vezet Magyarország, második fél idő, 51. perc. Jó van, srácok! Indul Szalai, és vissza lehet tenni Klein Heislernek, és újra Szalainak, és ott a gól helyzet, és a gól, és a gól! Szalai vezet Magyarország! 550 nap után el lehet azt piszkálni, pöckölni, tuckolni! Egy ide! A játékunk megvan, ez egy hima volt csupán. Klein Heisler, meg pantalonat, aki jön a kapufára, Szalai gól! Zsuzsák emeli vissza, Schneider a hosszúval, Schneider eltalálja Szalai, és 2-2! Ez értetlen mérkőzés! És a Zsuzsák szöglete, ott egy újabb csúsztatás gól! Szalai, ez bent van! 2-0, Zsuzsák jó szögletét, Szalai bególintja. Szalai 3 napon belül 3 gólt szerez. És ezzel a mérkőzés azt hiszem, hogy meg lesz. Stieber, finom csel, Stieber beteszi, jaj, Szalai, 4-0 úgy van. Ki más, mint Szalai. Itt a beadás, ez látszólag nem jó. Ez a nagy mozdulat.